A gravitáció összehúzó erejét meghaladó térrugalmasság miatt az univerzum tágulása egyre gyorsul. A tér nagyságának növekedésével az effektus is fokozódik, ám régebben kisebb hatást fejtett ki az univerzum tágulás módjára. Ez a magyarázata annak is, amiért a vörös eltolódásból nem derül ki egyértelműen a kozmológiai állandó léte. Minél távolabb kerülnek azonban egymástól a galaxisok, annál nehezebben tudja őket a gravitáció egymás felé húzni, és ahogy a hatás egyre fokozódik és dominánssá válik, a tér is egyre gyorsabban fog tágulni, magával ragadva eközben a galaxisokat. Még ha az univerzum sík is, a simaságát okozó sötét vákumenergia az egyre nagyobb sebességű örökké tartó tágulást is előidézi majd. Habár az univerzumban található anyagmennyisége állandó, az egyes korokban mérhető növekvő kritikus sűrűségértékhez viszonyítva azonban csökken, miközben a vákum úgynevezett sötét energiája pontosan helyes arányban növekszik ahhoz, hogy mindezt kompenzálja. A múltban a gravitáció volt előtérben, a jövőben a tágulás lesz domináns. Az univerzum történetének egy olyan szokatlan időszakában élünk, amikor a sötét vákumenergia és a tömegenergia összetevők durván azonos mértékben vannak jelen, a sötét energiának megfelelő tömegértéke mindössze kétszerese a normál anyagénak. Jelenleg senki sem tudja, miért kellene ennek így lennie, és az is lehet, hogy ez egész csak a véletlen műve. Elég nehéz ma belátnunk, hogy a hozzánk hasonló létformák hogyan lesznek képesek fennmaradni az univerzum távoli jövőjében, amikor már minden csillag kialudt, és hamuként mindössze a sötét tér tágulásával még távolabb kerülő fekete galaxisokat képező fekete lyukak, neutroncsillagok és fehér törpék maradnak hátra. Ha tetszett ez a videó, azt jelezd egy lájkkal, és ha lemaradtál volna a korábbi videókról, azt itt pótolhatod. A következő videóban találkozunk, sziasztok!